Megkezdődött a körforgalom építése a Keszthelyt elkerülő út és a Rezi út kereszteződésében. A 71-es főutat 348 méteren újítják fel, a Rezi út pedig 250 méteren kap új aszfalt réteget. A Keszthelyi elkerülő út 2013-ban készült el. A várost tehermentesítő úthálózat egy hiányossága volt, hogy a Rezi útnál nem épült körforgalom, mondta el a kivitelezést bemutató sajtótájékoztató Manninger Jenő országgyűlési képviselő. Kifejtette, 2018-ban sikerült elérni, hogy a kereszteződést felvegyék a balesetveszélyes csomópontok közé. Utána biztosított forrást a kormány a körforgalom építésére, majd kezdődhetett meg a tervezés és az engedélyeztetés. Végre eljutottunk odáig, hogy elkezdődött a kivitelezés, és ebben az évben kész lett ez a csomópont, egy korszerű körforgalom, ahol szinte azt lehet mondani, hogy nem szoktak balesetek történni, és ráadásul a kerékpáros út átvezetése is meg lesz, és még az éjszakai közvilágítás is az is ki lesz építve. Tehát mondhatjuk azt, hogy a környező úthálózathoz méltó körforgalom fog képülni, és így lesz teljes ez a hálózat. Az autóforgalom mellett a kerékpárosok száma is jelentős ebben a csomópontban. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT ezért kerékpár utat is épít. Ez a szakasz a későbbi észak-déli irányú fejlesztéseket is megkönnyíti, mondta el Kis Boglárka, a NIV ZRT szóvivője. A Rezi út egyik oldalán 181 méter hosszon külön fizikailag elválasztott kerékpárutat fogunk kiépíteni, hiszen jelentős a kerékpáros forgalom, ugye itt a 71-es számú főutat keresztezve. Ez a fizikailag elválasztott kerékpárút, ez a biztonságos áthaladást fogja majd a főúton jelenteni tulajdonképpen a kerékpározók számára. A kivitelezésnek a nettó összege 340 millió forint, és a befejezés határideje az idei év október vége, november eleje. A kivitelezés során két ütemben tervezik a forgalom korlátozást. Jelen első ütemben a Rezi út déli részét zárták le. A 71-es főúton egy irányba, Hévíz felé közlekedhetnek a járművek. A Cserszeg-Tomaj felől érkezők csak jobbra kanyarodhatnak. Keszthely polgármestere elmondta, a város számára azért is fontos ez a csomópont, mert Cserszeg-Tomaj és Rezi felől sokan közlekednek Keszthely felé. Nagy Bálint kifejtette, a kivitelezési munkák a nyári főszezonban is zajlanak. Mivel a héten indul ez a fejlesztés, ez azt is fogja jelenteni, hogy itt a nyár folyamán, tehát a nyári főszezonban is munkálatok lesznek, ami több szakaszban is fogja majd érinteni a forgalmat, és különböző forgalmi változások lesznek adott szakaszokban, a nyári időszakban is. Az önkormányzat és a NIF mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezekről a tájékoztatást minél korábban kiadja, hogy az érintett erre közlekedők erről időben értesülhessenek. A városvezetés és a beruházó kéri a közlekedők türelmét, és hogy kövessék nyomon a forgalom korlátozásokról szóló tájékoztatásokat.